Próbáljunk egy picit énekelni, jó? Lizu, kérlek, add meg az alaphangot. Do, mi, so, do, tessé? Aranyos. Rettentő aranyos, csak éppen nem jó. Képzeljétek azt, hogy egy hatalmas hangversenyterem színpadán állhat. Milyen hangversenyterem magzvában? Bármelyik lehet, hogy éppen a Karlsbergi hangversenyterem, minden esetre tömb emberekkel van. Próbáljuk meg még egyszer. Do, mi, so, do, tessé? Krétus, édeski, miért nem énekelsz kicsit hangosabban? Ne fáj az ujjam! Krémszínű pori és krémszínű krémek, szállóban csengetjük édes kis krétek, főszállóban tudok szárnyára fény, ilyesmi dolgokat szeretek. Fehérben járnak, hófehek, amint az arcomra szállnak, tavaszba olvadó hófehér tél. Ilyesmi dolgokat szeretek én, hogyha lóg, ha a vécsi, ha a szíve fáj. Ez sok kedves dologra gondolok én, és minden ajnál úgy van. Adjú, adjú, megyű, megyű, szalom, farewell, a fidezi mutbárt, ez így van már, itt sóhajtozni kár. Kezdtük az egész darabot, akkor átnéztük szünetben és előtte is az egész szöveget, egész darabot összemondtuk itt. Az a druk miatt, de, nem? Igen, de most már nem. És figyelj, Lila, hogy az nem nehéz, amikor vége van a te jelenetetnek, és utána át kell öltözni, és akkor feljössz ide-oda. Nem jövök fel. Ott vannak a gyors öltözők, sőt, van, aki rögtön kimegy a színpadról, már öltözik is, veszik le róla a ruhát. Öltöztető, mindenkinek van külön öltöztető. De ez a harmadik év, hogy játsszuk. Akkor a szereposztás mondjuk kicsit más volt. Te ki voltál benne? Úgy, én ugyanez voltam, de a többi gyerek más volt. Egy csomó gyereknek most volt ez az első előadás, úgyhogy van egy szerep, a fölöttem levő a Liző. Hát azt én már próbáltam, de szóval azt én szeretném játszani, majd később, ha belenövök. Nőj bele! Talán nem Máriát. Kösz. Még ráérek. Most meg majd akkor, amikor abból kinő. Igen. Majd a Lizőből a Mária. Majd az apácáknál a főnök lesz. Na halljuk ezt a... Halljuk ezt az éneket, dalt. Na igen. 16 lettem, nem soká 17, nem mindent értek még. Mondják, ha látnak, de kedves lány vagy, csinos vagy, jó és szép.
16 lettem, nem soká 17 fölöttem kéklő ég. Vagányok dendik kínálnak brandit, nekem az nem kell még. Robi, te ha ilyen képeket hajtsz közben. Csodálatos. Bravo, tapsoljunk. Hát, eszembe, miközben a Lila énekelt, hogy úgy, ja. úgy remeg a hangja. Na most ez lehet az izgalomtól, amit kétlek. De lehet attól... De nem, szerintem azért, mert ezt te tanulod, nem? Másik oldal. Tanulom, igen. Igen. Tehát ugye ti ezekre... Aha, az. Lila jó volt, hogy hasonló. De... Másik oldal, úgy mi. Még most így. Most ott van. De most komolyan, ezt a darab előtt kellett ugye, az énekek miatt kellett ilyen tanárhoz járni, vagy pedig alapjelvővel te ezt elhatároztat, hogy... Itt a színházi tanárok, karmesterek tanították az egész muzsikás gyerekeknek a dalokat. Tehát nem volt ilyen kitétel a válogatásnál, ugye? Vagy egyáltalán volt válogatás valamiféle? Volt, igen. Mi szerint? El kellett mondani egy verset, éneket, aki tudta mondjuk a Dorémit, az elénekelhette, és akkor kiválogattak. És bájaidat alapul véve... nem használod ki a színpadon, ha esetleg a nézőtérről tetszik neked egy fiú. Egyáltalán lelátsz a nézőtérre ilyen, ennyire? Egyáltalán nem? Nem. Szemüveges embereket lehet látni, de... Nem, egy csillog a... Igen. A napszemüveg. De nem nagy. Az első két sort, hogyha lemegyünk a rampára, akkor lehet látni, de egyébként na, nem. Akkor ezt mesélj, de mi van, hogyha az első két sorban ül valamelyik helyen egy bombázó gyerek? Mondjuk Robi. Most... Akkor menekülnek. Ja. Akkor visszamenek a színpadon. Egyből leesik az Nem, még nem volt ilyen. De hát mosolyogni kell rá. És ez nem blokkolna le téged, hogyha elkezdened ott kacsingatni, meg ütegetni? Meg... Visszakacsingatni. Igen? Nem, de ha. Szóval azért ezt nem lehet. De. Sok néző ott van, és azért látja, nem lehetne. És volt már olyan, hogy megismertek az utcán, és azt mondták, hogy te vagy a Luisa. Volt, nagyon jó volt. Ilyen idősebb nénik odajöttek, hogy még a premier után, hogy te vagy a Luisa, te játszottad, és mondtam, hogy igen, és nagyon jó volt, és nagyon aranyosak, és a gyerekek imádták az összes gyereket, és szóval ott fél óráig beszélgettem, és nagyon aranyos néni volt.